nyugodt és csendes környezet, biztonság, szeretetteljes, keresztény légkör. Ez várja a Csipkebokor Református óvodába érkező szülőket és gyermekeket. A belváros szívében található intézmény pedagógusai azon munkálkodnak, hogy a láthatatlan Isten minden nap láthatóvá váljon. A fenntartónk, a Fasori Református Egyházközség kifejezetten azzal a céllal hozta létre 2008-ban, hogy református keresztény szolgálatként neveljük a gyermekeket, és a belvárosi kerületekben az egyetlen református protestáns óvoda vagyunk. És nagyon fontos az, hogy itt a belvárosban mi nagy kőrengetegben vagyunk, de mégis egy zöld védett környezetben. A lelki védettséget kiegészíti a fizikai védettség is. Olyan munkatársi közösségünk van, ahol a konyhásoktól kezdve a dajkanénikig, asszisztensig, pedagógusokig mindenki hitvalló keresztény ember. A legeslegfontosabb, hogy ezt a rejtett tantervet, ez kicsit iskolás kifejezést tudom, de mégis át tudjuk adni. Ahogy mi egymással viselkedünk, ahogy mi beszélünk, ahogy a gyerekekhez közelítünk, egy szülőt megszólítunk. Azt gondolom, hogy ez egy csoda óvoda különben, pont ezért, és ez a legnagyobb erőssége. Át is megy ez az üzenet, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk erre, Istennek legyen hála ezért. Hogyha ide belép valaki, akkor itt olyan más, azt szokták mondani, hogy már a kaputól azt érzik, hogy itt olyan más. Azt mondja Salamon, hogy neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, és ha megöregszik, sem fog eltérni attól. De hogy mit jelent neki megfelelő módon nevelni? Nyilvánvalóan ebben a támpontunk nem pusztán a mai tudomány ismerete, az is nagyon sok dolgot hozzátesz ehhez, hanem amit a Biblia az emberről elmond. A legfontosabb szükségeiről, a legfontosabb kapcsolatairól, az abban való tulajdonképpen elhelyezkedéséről, az abban való szabadságáról és természetesen egyben korlátairól. És ez nagyon fontos, hogy úgy szeretnénk nevelni, hogy a gyerekek nekik megfelelő módon ezzel találkozzanak. És különösen érdekes az is, hogy itt most ma Magyarországon már nem úgy vagyunk együtt, hogy például csak Magyarországon magyarként élők vagyunk együtt, hanem nagyon sokféle náció is megjelent, főleg a fővárosban. De hogy itt a gyerekek lehetőleg leginkább olyan közeggel találkozzanak, ami védett, de amely mutat, tükröz abból is valamit, ami a világban egyébként majd vár rájuk, hogy nem vagyunk egyformák, nem vagyunk azonosak önmagában, de van egy azonos értékrendünk, azonos célunk, amiben mi élünk, ezt a nevelőink szeretnék átadni. De nagyon fontos, hogy a mi óvodánkban azokat a más nemzetiségű gyermekeket veszük föl, ahol a szülők beleegyeznek szintén abban, hogy mi keresztény nevelést adunk a gyermekeinek. Tehát dél-koreai, vietnámi, ukrán kisgyermekek más felekezetekből is, de elfogadják azt, hogy mi reformátusok vagyunk, református identitás szerint neveljük a gyermekeket, akik hozzánk járnak. Ugye van ez a játékos mondásunk, hogy aki énekel, az kétszer imádkozik. Az öröm kifejezés, a hála kifejezésére nagyon alkalmas az ének. A legmélyebbre az élmények 6-7 éves korig mennek, tehát nagyon fontos, hogy lássák azt, hogy van valaki, aki jelen van, bár a szemünkkel nem látjuk, és ő vezet minket, ő a jó pásztor, ő vigasztal minket, ő gyógyítja meg a betegeket, tehát ő egy folyamatosan jelenlévő személy közöttünk. A gyerekek, amikor ránk néznek, akkor ők, ugye a láthatatlan Isten jelen van, de ők azt látják, hogy mi hogyan nézünk rá, hogy mi hogyan kulcsoljuk össze a kezünket, és hajtjuk meg a fejünket a Nagy Úr előtt, hogy mi hogyan beszélünk róla. Amikor az ember tanácstalan abban, hogy hogyan leszek én jó tanító, mert ez egy naponta felmerülő kérdés, nem lehet rutinból csinálni. A személyes hit nagyon fontos ebben, hogy hűséges tanítványai legyünk az Úr Jézus Krisztusnak. Mindannyian valljuk, akik itt dolgozunk, különböző féleképpen, hogy nem magunktól
megy itt végbe, az a több, ami végbe mehet, hanem egyedül az Isten lelke által. És olyan jó, hogy a családok a szülők közül is erre vágynak sokan. Nem kevés szülő van, aki itt kapott olyan érintést, hogy aztán megkérdezték, hogy mi az a több. Hallani szeretnék arról, aki által ez más. Két kisfiunk is jár az oviban, és olyan csodálatos módon tudják megfogalmazni az imáikat. Hálát adnak a napjukért, imádkoznak a barátaikért, és ez fantasztikus. Tehát ez egyértelműen az óvodának köszönhető. Teljesen természetesen válik a hit az életük részévé. Vannak itt olyan szülők szerintem, akik nem feltétlenül gyakorolják a vallásukat, vannak, akik meg teljesen más felekezethez tartoznak, de soha nem éreztem azt, hogy megkülönböztetnének bármilyen módon, és ez nagyon jó dolog. Sajnos az életem korábbi periódusában volt rossz tapasztalatom, de itt nincs ilyen. Itt egy szeretetteljes közeg van, ez egy ilyen csodálatos kis sziget itt az óvodák világában, és egy ilyen légkörben szerintem elképesztő biztonságban érzi magát az ember, még akkor is, ha nem vallásos. Az óvodában tapasztalható biztonságos légkör nem valósulhatna meg a fenntartó gyülekezet támogatása nélkül. A két intézmény nem csak fizikailag áll közel egymáshoz, az óvodások aktívan részt vesznek annak a gyülekezetnek az életében, amely imádságos háttérrel segíti és kíséri a gyermekek mindennapjait. Ennek az óvodának van egy lelki, családi háttere. Ez a mi gyülekezetünk, hiszen én, mint fenntartói oldalon élő lelkipásztor, abban vagyok mindenféle értelemben elkötelezett, és ebben szolgálok a munkatársakkal együtt, hogy minél inkább érezhesse biztonságban magát ennek a lelki egészséges családnak a hátterében. Ez az óvoda, a munkatársak, a gyermekek, a szülők, tehát egy biztonságos háttér, és ennek a biztonságnak, ugye magyar nyelven olyan szép ez, az egyik igazi alapja az a bizalom, a bizalmi légkör, amiben olyan bizalommal vagyunk egymás iránt, ahol szabadon, őszintén és nyíltan tudunk együtt dolgozni. A külső kapcsolatok közül megemlíteném, református gyógypedagógia és módszertani intézet budapesti tagintézményével van kapcsolatunk. Az ő munkatársaik látják el a logopédiai, pszichológiai, gyógypedagógiai feladatokat, református pedagógiai intézetet, mert ők nagyon erős szakmai hátteret biztosítanak számunkra. Részben a keresztény nevelés területén, de egyéb más például vezetői területeken, vagy mozgásfejlesztés, integráció területen. És a Károly Református Egyetemet, hogy gyakorlóhelyet biztosító. A keresztjén értékek átadása mellett a hagyományőrzés és az innovatív szemléletmód egyaránt jellemzi a Csipkebokor Református óvoda mindennapjait. A gazdagon felszerelt intézményben számos mozgás és készségfejlesztő eszköz áll rendelkezésre, így a gyermekek játékos módon tanulhatnak és fejlődhetnek. Nagyon fontos számunkra a mozgás, mert egy mozgásszegény életmódban él ez a társadalom, és már a gyerekeknek nagyon korán át lehet adni ennek a fontosságát. Rengeteg mozgásfejlesztő eszközünk van, ugye például a tornateremben, de a csoportszobákban is. Tényleg a belvároshoz képest nagyobb odaudvarunk van, tudatosan kiválasztott fejlesztő eszközökkel, és tudatosan hagyva szabad területet is arra, hogy a szabad játék is folyjon. Tehát lehet focizni, lehet motorozni, futóbiciklizni. Tudjuk a sószobai háttérrel is támogatni az egészségfejlesztés területén. Sóhomokozónk van, rengeteg játékunk, a sószobában mindig szabad játéktevékenység folyik. Az óvodánk a Madárbarát címet, óvoda címet is viseli, és a hetünknek pont a tematikája volt egy madáretetés, és a gyermekekkel nem csak arról beszélgetünk, hogy mik azok a madarak, akik itt maradnak télen, hanem azzal is foglalkoztunk, hogy készítettünk nekik egy madáretetőt, ami emellett még a környezetudatossághoz is kapcsolódik, mert narancshéjból készült ez a madáretető. Alapvetően a szépség érzet, a kreativitás fejlődése az első célunk, de emellett természetesen a finom motorika, a kézügyesség fejlesztése, a kreativitás azzal, hogy mit is tudunk alkotni a kezünkkel, mi minden lehet alkotó eszköz, vagy alkotó elem. A kisfüggesztett narancshéjba magokat helyeztünk, és az udvaron kivittük, amikor befejeztük és elkészült.
Halacska csoport egy iskola előkészítős nagycsoport. Már 4 éve ide járnak, nagyon sok mindent tanulhattak, és igyekszünk ebben az utolsó évben még mindent hozzáadni az életükhöz, a tudásukhoz, ami az iskolához hasznos lesz. Nagyon sokan a Julianna iskolába készülnek, ami a kollégiumunknak az iskolája. Tulajdonképpen a csoportnak több mint a fele, nagyon kedvelt intézmény a szülők által és a gyerekek által is, amire külön odafigyelünk, hogy vannak olyanok, akiknek külön képességfejlesztés kell, ők is mindent megkapnak, amire szükségük van ahhoz, hogy az iskola érettséget elérjék. Hát minket úgy kell elképzelni, hogy egy több célú közös igazgatású összetett intézmény vagyunk, általános iskola és óvoda egybe van, és az óvodás gyerekeink nagy része tudja, hogy ő a Julianna iskolába fog járni. Ez egy nagyon szép folyamatosság, ami a szülőknek is biztonságot ad, hogy milyen folytonosság van itt, és nem csak intézményben, hanem az, hogy nevelésben, értékrendben, milyen áldott lehetőség az, hogy 2,5-3 éves gyermek bekerül az intézménybe, és 14-15 évesen ment tovább középiskolába. Hiszen az életük nagyobb részét, ami az iskola idő, azt itt egy intézményben tölthetik el. Valójában ugye egy fizikai közelségben is vagyunk, hiszen egy kapu választ el bennünket a belső udvaron keresztül, és a gyermekeink átmehetnek és át is járnak az iskola könyvtárába. Meg szoktuk nézni az iskolát, hogy volt olyan alkalom is, hogy tanórára bementünk előre, megszerveztük tanítókkal, és mi is adunk jelzést a gyermekekről, megbeszéljük, és ők is adnak visszajelzést. Ez azért nagyon fontos, különben a tanítók visszajelzése, mert mi még inkább tudunk arra ráerősíteni, hogy egy nagy csoportban, vagy iskola elkészíti egy nagy csoportban, mit fejleszünk még jobban. A Csipkebokor református óvoda lelkisége és szakmaisága nem csupán a belvárosban élő szülőknek vált vonzóvá. Az épület védett elhelyezkedése, a megfelelő mozgástér és a befogadó nyitott légkör a peremkerületekben és az agglomerációban élőket sem tartja vissza attól, hogy gyermeküknek ezt az óvodát válasszák. Nagyon sokan elkövetik szerintem azt a hibát, hogy a körzetes óvodába mennek, ami viszonylag közel van. Nálunk ez igazából nem így alakult, mert 4 kerülettel arrébbról járunk, tehát hogy viszonylag messze jövünk. Nekünk egy nagyon nagy logisztika az óvodai járatunk minden nap a férjemmel, de ez az az óvoda, ahol egyébként a világ végre is eljönnénk. Olyan szívvel hagyom itt a gyerekeket minden reggel a munkába indulás előtt, hogy őszinte hálát érzek, hogy ők ide járhatnak, és ezt tényleg őszintén mondom, hogy napközben nyilván nem kell azon gondolkodnom, hogy úristen, mi lehet a gyerkőcökkel, mert tudom, hogy a lehető legjobb helyen vannak, és ennél szerintem nem kell nagyobb és több indok. Olyan vonzása lett, hogy az első néhány év alatt 3-szoros túljelentkezés lett ebben a 2 kerületben, ebben az óvodában. Olyan hihetetlen sokan jelentkeztek, hogy valaki úgy jött be, hogy mondta, hogy szeretné előzetesen, szabad-e beíratni a gyermekét, és mondta hát az óvoda vezetőnk, hogy még nem 3 éves, nem, még nem született meg, de beírathatnám már most, hogyha majd 3 éves lesz, jöjjön ide. És hát nyilván ez csak egy a sok példa közül, de azt gondolom, hogy ez tükrözte azt, hogy tényleg Isten azt adta ebben az óvodában, hogy ez vonzóvá vált. Szülőként ez a legtöbb, amit tettünk, hogy jó esélyt adunk a gyermekeinknek arra, hogy kap egy olyan töbletet, amiről mi hisszük és valljuk, hogy az a valóság és az a valódi alapja a családi életnek és az egyéni életnek egyaránt. És annyira csodálatos az óvis gyerekek szemét nézni, amilyen ragyogó tekintettel fogadják be az Isten dolgait, és hát ez meghatározó és egy életre hordozza őket. Biztos, hogy vannak fortélyok és eszközök, amik színessé teszik a gyermekek közötti munkát, de azt gondolom, hogy az igazi mély kapcsolódás és megértésnek egy külön eszköze a hitben való nevelés, hiszen az Isten által közvetített elfogadás és kegyelem az olyan, amit máshonnan nem tanulhatnának meg a gyerekek.